Mikor azt mondjuk, hogy a DKSE torna szakosztálya településünk egyik legsikeresebb csapata, nem csak az eredményekre gondolunk. Mint arról Trenka János a szakosztály hagyományos évzáró gáláján beszámolt, szerencsére nagyon sok tehetséges sportolóval dolgoznak együtt. A létszám pedig folyamatosan nő. A gála részeként bemutatkozhattak a fiatal tornászok a szüleik és barátaik előtt. Elvégre mindenki megérdemli a büszkeséget és a tapsot az elvégzett munkáért. Folyamatosan nő a létszámunk, ami nagyon jó, hiszen 2020-ban volt egy törés, de most már az előtte levő időszakot körülbelül vissza tudtuk már nyerni, hiszen akkor legalább a csoportunknak a fele elfogyott. Tehát ugye a növekvő létszám alapján én azt tudom mondani, hogy nagyon jó, tehát a létszám alapján csak elégedettek lehetünk. Hát természetesen most már az eredményekre várunk. Az viszont az már az élversenyzőktől. A szakember szerint a szakosztály erejét mutatja az is, hogy Kovács Zsófia és Cifra Bettina Lili sérülése mellett is tudtak adni 4 válogatottat Magyarországnak. Közben pedig már mindenki az olimpiai felkészülésre koncentrál. Az idei eredmény első körben a legfontosabb az, hogy felnőttben és utánpótlásban, tehát junior korosztályban 2-2 versenyzőt tudtunk a magyar válogatott keretének biztosítani. Tehát a 10 versenyzőből 4 dunajvárosi volt most is az Európa-bajnokságon. Zsófi és Lili most sérült volt, így nem tudtunk többet prezentálni, viszont én azt gondolom, hogy valahol mutatja azt is a szakosztálynak az erejét, hogy amikor már az olimpikonunk vagy az olimpiai kvótásunk hiányzik, még mindig tudunk még adni a Magyar Tornaszövetségnek, valamint a teljes Magyarországnak egy-egy versenyzőt, és erre mi mindenképpen büszkék vagyunk. Örömmel és érthető büszkeséggel vett részt a szakosztály rendezvényén Mátyás Gábor, a DKSE elnöke. A torna csarnokban mindig jó érzésekkel jövök, hiszen azt gondolom, hogy a háta mögött lévő gyerektömeg, meg a szülők, az mutatja a szakosztály, illetve az egész egyesületünknek az erejét. Ez egy óriási dolog, hiszen itt nem verseny körülmények között, hanem egy ilyen bemutató gála körülményei között azért a gyerekek megmutathatják a szülőknek, hogy mit tudnak, mit tanultak az elmúlt időszakban, mit adtak át nekik az edzők. És a lényeg az, hogy egy nagyon fantasztikus közösség van itt mögöttem, amit az edzők alakítottak ki. És szerintem a gyerekek azok nagyon nagy örömmel szeretnék bemutatni azt itt a szülőknek, amit tudnak. Mátyás Gábor szerint az sem elhanyagolható, hogy a szülők egyébként ilyenkor látják, jó helyen, jó közösségben dolgoznak a gyermekeik. Ez az egyik legfontosabb a mai világban, hogy van egy olyan közösség, ahová mindenki jöhet, aki szeretne, és nyilván azok maradhatnak, akik azok a szabályokat és azokat az értékrendeket elfogadják, amik ezeken a helyeken vannak. De szerintem itt ez a tornaszakosztály egy különlegesen jó közösséget alkot. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyomon követhetjük a tornászok sikereit, az idősebbektől kezdve egészen a fiatalokig. Gratulálunk a szakosztálynak, és további sok sikert a munkájukhoz!